Mondjuk és te ki vagy békülve magaddal? Én mondjuk nem mennék el ilyen szépészeti beavatkozásra, amit mondjuk vágás, vagy töltés, vagy ilyesmi. Viszont, hogyha esetleg 10 év múlva úgy gondolom, hogy igen, akkor nem hiszem, hogy letagadnám. Én már láttam olyan gyönyörű nőt, aki üres, és nem sugárzott belőle semmi. Sandra, mondom, itt van a legfelső fakba gumi, vedd ki! De nekem nem gumi kell, hanem a csatjaim. Na ez is a szerep része? Megvan! Jézus Isten, tényleg már az ember nem nyugodhat meg. Hoztam neked jeans. Érezted magad, amit nagyon, nem voltam itt? Annyira jó lett volna egy kicsit relaxálni itt a magányomban. Menjek el? Úgy hiányoztál, Borbé. Tudom. És mit csinálsz, Éva? Felraktam egy bőr egységesítő maszkot, és uborkával hidratálom a szemem, kedves Szandra. Miért, mert szét vagy esve, és ez majd... Szívjuk. Hát most nem értem, mi az, hogy bőr egységesítő. Nem szereted a maszkokat? Nem, ez a baj, hogy egyszerűen én ezektől megőrülök, ezektől a dolgoktól, hogy tényleg nem elég, hogy elmegy az ember gyantára, pedikűrre, kozmetikushoz, fodrászhoz, hanem még akkor otthon vagyok, még maszkokat fogok felrakni, amikbe el kell tölteni 15 percet, és utána meg még fürdeni a kádban. Én minden nap felrakom. Én zuhanyzok. Gyorsan? Erre nincs időm. Nincs időd? Én nincs. Úgy imádom. Én minden héten megcsinálom ezt a radírozás, bőregységesítő maszk, utána pedig anti-aging agyagmaszk, kis uborka, aztán szem alatti zöld teljes hidratáló tapaszt. Akkor ezért vagy ilyen kifogástalan? Hát basszus, ezt nem is gondoltam. Jó, most már értem. Na, én nekem erre nincs időm, és nem is lesz soha az életemben. Hiába próbálom magam átadni ilyen dolgokkal, hogy majd persze veszek maszkot, meg még ilyen maszkot is veszek. 20 év múlva beszélgetünk erről, hogy ki járt jobban. Jól van. Nem, én nem tudom. És lehet, hogy azért is, mert mondjuk anyukám nem igazán sminkelt soha. Képzeld még, hogyha nem sminkelt. Néha a húgom, aki kozmetikusnak tanult, meg sminkesnek is, akkor ő néha így kisminkelte, mondjuk, ha mentek ilyen vadászbálba, meg ilyenekbe, de amúgy anyukám nem sminkelt, meg kozmetikushoz jár, de ennyi. Képzeld el, az én anyukám se sminkelt soha, egyfajta krémet használ. Téged kiszoktatott rá erre? Magamat, a világ? Magamat. De a világ? Az hát elvárások? A trendek? Figyelj, én amikor ilyen tinédzser voltam, ilyen 13 éves, akkor én elkezdtem olvasni mindenféle hülye tini magazinokat, és akkor nem tudom, úgy elkezdett ez érdekelni. És akkor elkezdtem mindenféle hülyeséggel festeni magam, meg a hajamat, meg a mindenféle színű hajam volt, és engem akkor, én akkor 14 évesen kezdtem sminkelni például, de tök érdekes, hogy anyutól soha nem láttam, anyunak soha nem volt otthon semmilyen sminkje, és szerintem soha érdekes. Nem veszed le azokat az uborkákat? De légy szíves, add már ide az alsó fakból a kis töröl között, hogy le tudjam szedni a maszkot. Már eléggé hirdetem. Jaj, nem találom, sajnos. Nem találom. Nem fogod tudni leszedni azt a maszkot egyáltalán. Jó, Istenem. Na, ne színészkedj. A kezembe. Nem látok. És neked rengeteg időd van, Éva? Takarítás közben szoktam. Ide adod a szemüvegem is? És már nem akarok nagyon feltartani. Szóval nincsen nekem se rá időm, de azért most ennyit hagyhatjak már magamnak. Az egész hetes rohanásban, nem minden héten van erre időm. És nekem ez fontos. Nekem fontos az, hogy rendben legyen a bőröm, viszont az tök érdekes, hogy a sminkelést azt már nem szeretem annyira. Tehát intenzívebben vagyok smink nélkül. Sőt, alig vagyok sminkben. És ez mind múlik, hogy mondjuk kapsz olyan bókot, hogy nincs is szükséged sminkre? Azon is múlik, egyrészt azon is múlik, meg azon is... egyrészt azon is múlik, másrészt meg azon is múlik, hogy mennyire vagyok kibékülve magammal. Mondjuk és te ki vagy békülve magaddal? Hát igen. Így 30 fölött? 40-hez között. Mondd ki nyugodtan. Hát igen, eléggé. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy olyan nagyon nagy szükségem lenne arra, hogy egy ilyen nagyon hangsúlyos... Másnak akarj látszani?
Hát, hogy eltakarjam az arcom. Jobban szeretem a natúra arcomat. Tini koromban is zavart, hogy mondjuk volt ilyen, hogy pusapos melltartó, és akkor azt gondolkozom, hogy de hogyha utána úgy is kiderül, hogy pusap nélkül más, akkor miért legyen ez a pusapos? És a smink is ilyen, nem? Hát az is olyan, én ezt sose gondolkoztam, és aztán egyszer csak ilyen évekkel ezelőtt rájöttem arra, hogy semmi szükség nincs a push-up melltartóra. És azóta nem hordom. És ez egy teljesen nagy hülyeség például. Nem akarsz tényleg ülni, ne tekeredjünk ki a nyakam? De miattad mindent megteszek. Hát ez fantasztikus, bárcsak jelennél mindig. Nem csak a kamerák előtt. Szóval, hogy hol tartottunk? Ja igen, a push-up melltartónál. A push-up melltartónál is ugyanilyen szerintem a smink is. Ugyanilyen a smink is. Kifejezetten diszkomfortosnak találom a piros rúst, bár mondjuk tegnap a piros mez miatt az volt rajtam, mert voltam igen. Foci meccset nézni. Igen. És, de hogy nem komfortos ez már nekem, és nem akarom elfedni az arcomat igazából, és nem tudom azt elképzelni. Volt egy lány, akivel nagyon sokat beszélgettem, ilyen szépségtanácsadó, és nagyon sokat beszélgettem arról, hogy milyen korrekciókat lehetne csinálni, mondjuk ilyen töltések, vagy nem is tudom, ilyen kontúrozások, meg hangsúlyosítás, meg keskenyítés, meg töltés, tudod, ilyen száj, meg ilyesmi, és nem, azt nem merném például, nem mernék töltetni semmit. Nem úgy van, hogy tulajdonképpen mindig egy kicsit kompenzálunk valahová, hogyha mondjuk van rajtunk plusz 3 kiló, akkor jobban kisminkeljük magunkat, hogy eltereljük a testünkről. A tekintetek, de szerintem, hogyha mondjuk nagyon szar a hajam, akkor rohadt jól öltözöm fel, hogy azon legyen a hangsúly, és mindig azt emeljük ki, ami épp jobban áll. Aha, lehet. Szerintem ilyen abszolút van, vagy hogy nálam szerintem ez működik. Jó, és van, amikor mondjuk a bőrömben annyira jól érzem magam, hogy jaj, nem kell smink, és elég egy farmer, meg egy fehér póló is. Én például, hát igen, én például, és én sokkal jobban is érzem magam abban. Régen mindig ilyen fűzőkbe, meg csipkébe, meg magas sarkuba, meg lakba, meg zakóba, meg blézerbe mentem szórakozni, és most már ezt nem nagyon tudom elképzelni, hogy így járjak. És mikor jött meg az önbizalmad? A farmerhez, meg a pólóhoz? Mindig is megvolt. Tudunk itt esetleg valamilyen dátumot? Nincs dátum. Mindig is megvolt ez az önbizalom, csak nem mindig éreztem jól magad a bőrödben. Aha. Igen. De például az ilyen, én mondjuk nem mennék el ilyen szépészeti beavatkozásra, amit mondjuk vágás, vagy töltés, vagy ilyesmi, viszont hogyha esetleg 10 év múlva úgy gondolom, hogy igen, akkor nem hiszem, hogy letagadnám. Ez az egy dolog, így a szemhéjem egy picit így meg van ereszkedve. Nem tudom, hogy észrevetted-e. Nem vettem észre. Azt lehet, hogy megcsináltatnám, majd ilyen 10 év múlva. Mert az anyukámnak is olyan volt, hogy ilyen megereszkedés, tehát ez ilyen genetikailag ilyen. Ez van abban a Meryl Streep-es filmben, az egyszerűen bonyolult, hogy elmegy magának megcsináltatni. Igen? Mindegy, majd nézzétek meg. Most nem akarok erről a filmről többet mondani. Szóval... Mert csak bedobtad, de nincs kedved. És az az érdekes, hogy például az engem kifejezetten bosszant, amikor azt mondják egy Marilyn Monroe-ra, hogy... Kövér? Hogy kövér. Ja. Meg az ezt csomó olyan láttam már. Igen. Nem bírom, mert ki... Palvin Barbie-ra. Vagy a Palvin Barbie-ra. Rá is azt mondják, hogy plusz size. És van vagy 55 kiló. És akkor ránk mit mondanak? Ugye? Ránk mit mondatok? Mi aztán? De hogy... Mi nem vagyunk, mi sose például... Most nyilván senki sem tehet arról, amilyen. Szerintem igenis... amit az anyukám is mond, hogy örüljünk, hogy így nézünk ki, és... Ezt szoktam mondani? Igen, és... Örüljetek hogy, annak, hogy szépek vagytok? Hát igen, meg hogy... Te szépnek tartod magad? Várjál, hogy fejezzem már be, amit akarok mondani. Ez is. Hogy például sose leszünk törékeny alkatúak, mint a kis madarak. És akkor volt, emlékszem, hogy volt egy... Nem tudok őszintén beszélgetni a barátnőmmel sajnos, és lehet, hogy benyomlak ebbe a kádvízbe. Remélem nem baj, nem most elhajat, ugye? Benyomhatlak. Jó. Szóval alkati dolgokon szerintem nem érdemes sokáig bánkódni, megvesződni. Csak így belegondolok, hogy mennyi
mennyiszer akartam egy kicsit kisebbnek látszani, vagy valahogy olyan, olyan kis filigránnak, de hát nem szerintem vagyok. Szerintem én 30 évig akartam filigránnak látszani. Nekem volt. Amikor volt egy olyan pasid, aki azt kérte tőled, hogy amikor 42 kiló voltál, hogy legyél 39? Nem, 52 kiló volt, és csak egy almát meg egy salátát ettem egész nap, és emlékszem, hogy hozott nekem SS ruhákat valahonnan Amerikából, és soha nem voltam XS-es SS méret, de azért nem, mert az alkatom nem olyan. Tehát amikor vékony voltam, akkor is egy magas, szélesebb csontozatú, erős csontozatú nő vagyok, és hogy emlékszem rá, hogy éppen, hogy jó volt rám az SS, és beszólt, hogy hát az ő barátnői mindig XS-esek voltak, és malackának hívott. És én nagyon sokáig akartam filigrán és törékeny lenni, hogy egy ilyen kis, de hát nyilván soha nem leszek olyan. Ez borzalmas. De ezek, nagyon, ezek a mondatok például elég sokáig elkísérik az embert. És igen. Belegondolok abba, hogy akkor milyen vékony voltam. Hát egy 10 kilóval voltam, kevesebb, mint most. És belegondolom, nyilván mondjuk az izom az nem volt új rajtam. Most van a sport miatt, de hogy ezek a mondatok elég sokáig elkísérnek, és elég sokáig tudtam magam emiatt gyötörni, hogy úristen, én egy nagyon haragszom az ilyen mondatokra, iszonyúan neked haragszom. Volt ilyen mondatod? Nem, mert én 15 éves koromig utáltam enni, és könyörögtek nekem, hogy egyek. Komolyan, te utáltál enni? Nem, én nekem az egy semmilyen élvezetet nem láttam benne, ahol anyukám csodálatosan főz, és minden nap, vagy hát minden héten legalább háromszor volt süti is, vagy valamilyen kalács, kakaós kalács, ilyen kalácsokra a nagymamám is csinált rá, hogy mi a hugommal, meg az öcsémmel valamiért így nem szerettünk annyira enni. És emlékszem, hogy kb. Akkor, amikor az első fogamzásgátlómat kezdtem el szedni, akkor én mondom, ez is finom, ez is ízlik, de érdekes. Meghozták a hormonok? Meghozták a hormonok az étvágyamat, igen, ami azóta is tart, pedig már nem szedek fogamzásgátlót. És akkor volt, hogy mondjuk az anyukám mondta valahogy így igen, nagyon meg is híztam, megnőtt az étvágyam, és akkor például az anyukám mondta, hogy szerintem nem kell többet szedned. Tehát, hogy egyszer szedtem, és akkor igen, de ez sosem volt nekem, hogy sértő. Is mondjam, sértő, hanem az anyukám mindig is valahogy nagyon reálisan látott minket, meg ő azzal jót akart, hogy... Igen. Igen, de például nem is tudtam akkor lefogyni, mert annyira a hormonok... Igen. Úgyhogy én visszatérve erre, hogy ezek a mondatok beégnek, és megmaradnak, és borzalmasak, és végig kísérik az életedet. Amikor, amíg nem leszel tulajdonképpen magaddal rendben, ezért mondják szerintem a nők, hogy ilyen 40 körül, 30 és 40 körül, hogy soha nem mennék oda-vissza, amilyen voltam, mert most sokkal jobban érzem magam, tudom, hogy ki vagyok, mit akarok, és hogy mik az értékeim, és nem feltétlenül az, hogy mondjuk nincs rajtam egy nulla felesleg, mert van, amikor igenis jól esik megenni egy tál spagettit. Nekem minden nap jól esne, de ezt azért tényleg nem lehet. Téged befolyásolnak azok a képek, amiket mondjuk látsz a közösségi médiában? Tényleg, igen, igen. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy alakítod ki magadnak azt a védelmi zónát, hogy ne legyen minden nap egy újabb irányzat, amivel elmész. Tudod, hogy nem változtatom meg minden nap ahhoz képest, hogy mit látok, vagy mi az új trend, vagy mi az új divat, hogy legyen egy olyan erős bázis, ami nem enged mindenfelé elcsordogálni, mert akkor... És például te azt, hogy nem, mert ismerlek téged elég régóta, és tudom, hogy neked soha nem jutott az eszedbe, hogy például töltesd a szád, vagy töltesd a kocsvonalad. Mert de ez színésznőtél máshogy van? Ez egy szakma, igen, ez egy szakmai dolog. Aha, szakmai dolog, igen. Engem nagyon sokszor akartak rábeszélni. Hogy a szádat töltesd fel? De akkor ez már nem az én szám lenne. De hát ez tök szép szád van. Persze, szerintem is. Köszönöm, Szandra. Szerintem fontos, hogy a barátnők mondjuk egymást dicsérjék. Én nagyon szeretek másokat dicsérni. Igen, nagyon. Is. Nagyon szép vagy. Nagyon szép vagy, Éva, te is. A habok között. Ez egy kis Vénusz. Az is tetszik egyébként, hogy mennyire változik a szépség ideál. Tényleg mindig volt, amikor tényleg a Milói Vénusz volt, amikor volt, amikor egy Twiggy. Twiggy, igen. A kis
csontos, nagyon vékony. Fitness csajok. A fitness csajok, igen, mert hogy tulajdonképpen akkor is változott egy nagyot a szépség ideál, amikor jött a fitness, és csak a diéták, az önsanyargatás, ez volt a divat, a mérleg. Tudod, mióta nincs nekem mérlegem? Mióta? Legalább 10 éve. Nekem van, csak nincs benne elem. Jaj, de jó, hogy nincs benne elem, mert itt volt nálad, ránéztem, és arra gondoltam, hogy felkínáljak erre a mérlegre. De nem. Egyáltalán nem érdekel, már hány kiló vagyok. Mert egy csomó izom van rajtam, és ez nehéz. És én akkor látlak téged szépnek, amúgy, amikor nincs rajtad smink, akkor őzike arcod van. Komolyan? Igen. Tudod, ki mondja ezt mindig? Ki? A benzinkutas csaj. A benzinkutas csaj? Igen. Milyen kedves? Igen, van egy, az utcánkban egy benzinkút, nem mondok nevet. És ő például mindig, amikor berohantam valami kávére, nem tudom, és akkor így bementem 5-szer ilyen sminkben, és amikor 6-odjára mentem, még pár éve, és nem volt rajtam smink, azt mondja, hogy úristen, hát te így vagy a legszebb, hát így vagy a legszebb, és akkor ez nagyon jól esik, mert az ember mondjuk ilyen 20-tól 30-ig azt hiszi, hogy csak akkor szép, ha smink van rajta. Igen, pontosan ezt hiszi. De hát amióta... Képzeld el, hogy egyszer kipróbáltam egy ilyen tartósat, és iszonyú nevetségesnek. Azt éreztem, hogy te ki vagy, te nevetséges kis. Én így látom az összes nőt, akinek műszempillája van, hogy az már nem, én nem látom akkor. Nem az a bajom, hanem hogy van egy iszonyú komoly, nem is komoly, hanem ismerem valaki, mondjuk akkor beszélek magamról, hogy egyszerűen ütközik ez az édes kis, bájos kis kunkorodó bizbaszit fönt, az ütközik azzal, amilyen én vagyok. Nem is az arcommal, hanem az én karakteremmel. Egyszerűen ne tündibündizzük le a Szandrát, mert hogy rohadtul nem egy tündibündi csaj. Szerintem persze, néha igen, de... Majd egyszer mutasd meg azt az énet is. Meg fogom neked mutatni. Nekem egyszer raktak fel ilyen tartós műszempillát, azt hiszem 5 napig. Én emlékszem, és mondtam, hogy ne rakast fel, mert én akkor már túl voltam ezen a tapasztalaton, és nem hittél nekem, és felrakadtad? Igen. Mindenki saját jogán lehet. Szamár. Milyen két mondást. De én akkor majdnem megőrültem, amíg rakták, ez a másfél óra, az ugyanez volt a póthajjal is. Jól akartam hosszú hajat, nagyon gyorsan, és az is egy hétig volt fent. Az is volt nekem is, úristen! De természetesen nem akarjuk lefikázni azokat, akiknek van műszempillája, meg műhaja, csak nagyon sok mindenkinek van, csak nekünk az nem. Én akkor nem látom magam, ugyanaz, amit te mondtál. Én most abszolút magamról beszéltem, hogy nekem ütközik az én személyiségemmel ez, és azért kellett levetnem. És mondjuk te szívesebben barátkozol szép emberekkel? Nem, én csak olyanokkal szeretek barátkozni, akiknek van műszempillájuk. Ez téged befolyásol? Figyelj, nekem egyébként egyáltalán nem egy központi kérdés, hogy ki hogy néz ki, hanem ugye a humor, az a legfontosabb. Meg azt, hogy tudjak vele beszélgetni. Igen. Nem tudnék veled beszélgetni, Szandra? Hogy ilyet, hogy valaki, hogy úgy barátkozni, az alapján, hogy valaki hogy néz ki, ezt nem tudom elképzelni. De hát szíves, tudod, hogy szívesebben barátkoznak azokkal az emberekkel, akiknek előnyös a külsejük, mint azokkal, akiknek nem. Például nagyon ez jó van erről egy kimutatás? Hát figyelj, nagyon jó példát mondok neked, itt a Hubert barátom, egy gyönyörű, gyönyörű ember. És egész egyszerűen nyilván a személyisége is egy ilyen elképesztően vonzó és barátságos és jókedvű és minden, ami tényleg egy ilyen mindig vidám, mindig pozitív még az életének a nagyon nehéz időszakában is. És szabály, tehát hogy így körbe rajongják. Annyira vonzó. És a külső az, hát nem így van? Hát tényleg van benne valami. Mindig. És képzeld el, hogy vele nehezebb veszekedni is. Hát én rájöttem már arra, egyszer azt hiszem, egyszer vagy kétszer vesztünk nagyon össze, amikor úgy tényleg elküldtem a csudába, inkább máshova, csak azt most nem mondjuk ki, és hogy vele nehezebb veszekedni, mert hogy van ez a rendkívül vonzó külső, és rendkívül vonzó, és tudom, hogy ezzel fegyverzi le az embereket, nyilván ehhez hozzájön a belső is, aminek ki egy ilyen tényleg kifelé is ez sugárzik,
milyen érdekes, mert ugyanakkor szerintem az is nehéz, ez ugyanakkor egy nehézség is lehet, hogyha valaki nagyon szép, akkor egy csomó minden mást kell bebizonyítania, hogy neki nem csak ez van, és ő nem csak egy szép ember, hanem vannak más adottságai is, esetleg tehetsége. Ez például egyébként a színészeknél ez egy általános jelenség, hogy azt gondolják, hogy szép, és akkor tudom, hogy... Mély színésznő. Igen, és akkor ezek az emberek egy csomószor harcolnak olyan szerepekért, amiben végre csúnyák lehetnek, hogy higgyétek el, hogy nem csak ennyi vagyok, hogy szép. Szóval... Rádakaszgatták a csini szőke sztereotípiáját a pályát során? Soha. Úgyhogy kezdjétek el. Soha, mert mindig meg tudtad mutatni hamarabb a tehetség? Nem, mert én belülről sosem éreztem magam szépnek. Aha. Hát ez a titka? Hát ez nem titok, hanem ez azon múlik, hogy te milyennek érezted, és láttad magad gyerekkorodban. De voltak pillanatok... De most szépnek érzed. Amikor szépnek éreztem magam, nem mindig, ez naponta változik egyébként. Nálam, igen, nálam ez egy naponta változó dolog. Nem úgy jutsz eszembe, mint egy önbizalom hiányos valaki, vagy aki nem gondolná magát szépnek, hogy magabiztosnak tűnsz. Vagy magabiztos embernek gondollak, tehát aki rendben van. Oké, nyilván. De persze abszolút van már egy jó alapom, és szeretem magam, vagy tudom magam szeretni a szarabb napjaimon is, de valahogy én nem azt hoztam magammal gyerekkoromból. Nem dicsértek kislányként? Milyen szép vagy? Nem. Engem se. Téged se? Tényleg? Nem, engem se. Hát így anyuék nem emlékszem erre, hogy olyan nagyon dicsértek volna, hogy milyen szép vagyok. De azt sem mondták, hogy csúnya vagyok. És ki mondta neked először, hogy szép vagy? Emlékszem rá, középiskolában, művészetiben, mindig szoknyában jártam, és magas sarkúban, és nem voltam olyan nadrágot felvenni, volt egy ilyen korszakom, és magamnak varrattam a ruhákat, és egyszer csak mondja, az egyik táncos tagozat is volt a suliban, és mondta az egyik táncos fiú, persze ők voltak a legszebbek az egész iskolában, és mondta az egyik táncos fiú, hogy te nem is vagy olyan csúnya, sőt, egy tök jó csaj vagy, egy tök szép csaj vagy, jó, mondom, köszi. Akkor ő mondta a Koli folyosóján először ez a fiú, és akkor elkezdtem így máshogy látni magam. De jó kezek. Igen. Igen. Nem is vagy olyan csúnya. Nem is vagy olyan szarnő. Én ugyanezt a mondatot magamnak mondtam, amikor felkért a diszkóba táncolni a Zoli. Bárki király? Hát a legszebb fiú a faluban. A legszebb fiú? A faluban. Nyilván. Nem az iskolában, hanem a faluban. Az egész faluban. És az egész faluban. Hány lelket számol ez a falu? 500. Fentesi! 2000-et! Nagyon kerül. Nem tévedtél nagyon. Jó, na, figyelj! Na. Figyelj, megcsinálom a hajat, mert tudom, hogy neked mennyire számít, hogy jól álljon a hajad minden pillanatban, de hogy is. Nem látszik ki a... Semmit. Nem. Csak a gyönyörű hosszú lábad és a piros csatlakozott körmed, úristen, el kell mennem pedig kőre és melikőre. Na ez borzalmas, hogy mennyi mindent kell nekünk tenni, mennyi, tényleg, hova kell elmenni, pedikőre, manikőre, gyantára, és hogy annyira sokszor érzem azt, hogy úristen, bárcsak férfi lennék, fölkelek, ilyen kis kócos a hajam, de így is annyira szexi vagyok, amikor felhúzok egy fehér vagy egy fekete pólót, meg egy farmert. Szerintem minden férfi így érzi magát, mikor fel kell. Hát figyelj, nem minden férfi. Sose unom. De azok a férfiak meg azt érzik, hogy úristen, de vicces vagyok, és ma megint elcsábítok valakit azon, hogy mennyire jó fej vagyok, és meg fogok nevettetni egy nő. Nem, csak ezt arra mondom, hogy nem kell, nem kell ez vicces. Sok minden hülyesség, tényleg nem kell befonni a hajat, mondjuk én se fonom be soha. Nem kell befesteni. Na mit gondolsz arról, amikor a férfiak elkezdik befesteni a hajukat? Mit gondolsz erről? Hát soha nem járnék olyan férfiből, aki festi a haját. De nekik nincs hozzá ugyanolyan joguk, mint nekünk? Hát dehogy is nincs. Akkor gondoljam más. Váltsunk témát. Dehogy is nincs, hát ugyanolyan joguk van. Sőt, mondjuk azt, hogy nem egy manikűrös, az meg pedikűrös, szerintem teljesen oké, de most
a férfiaknak kurva jól áll az, hogyha elkezdenek őszülni. Van egy nagyon nagy igazságtalanság. Hát van. Hát van. És ez nagyon nehéz, nem? Nem ez a legigazságtalanabb a két nem között, hogy kinek mit kell csinálni a szépséget. De hogy én ezt soha az életemben nem mondtam. Én egész nap ülnék fodrásznál, manikőrbe, pedikőrbe. Én órákat tudok eltölteni szépséget. Van ugye a kozmetikusunk, az Eszter, akihez járunk, és a szentesének általában rám kell szólnia, hogy elmentél már a kozmetikushoz? Mondom, persze, persze, és mennyi időt töltöttél? Már készen is vagy, amikor felhívom előtte meg utána. Hát, hogy lehet már készen, 3 órát szoktam ott ülni. Mondom, Szentesi, mondom, nem érted, hogy én nem bírok 3 órát feküdni itt a kánál. Van, nekem muszáj egyszerűen cselekednem. Én imádom. Én nem tudom élvezni ezeket a pillanatokat, és ez nagyon sajnálom, ugyanez van, hogy a jogát is jobban kellene élvezni, meg a meditálást is, és tényleg elmélyülni, de én arra gondolok, hogy fel kell hívnom még Lacit, a csempésboltból, Józsit, fel kell hívnom, ki kell fizetnem, el kell utalnom, szerveznem kell az esküvőt, és közben készülnöm kell az olvasópróbára, a nem tudom milyen próbára, és közben az elműt is kell. Most csak felsoroltam, hogy mi a dolgom ma. Hagy mondjam már végig, de hogy is. Senkit sem érdekel. Szóval, ja, és még az tényleg a Zolika is ott van valahol, akinek le van eresztve a gumia. Az a kocsia. Na jó, ez úgy hangzik, mintha nekem nem lenne dolgom. De nekem csak annyi dolgom, hogy egész nap ülök a szépségszalomban. Amúgy biztos uncsi egy idő után, tehát nyilván nem ülnék ott egész nap, de... És de hogy te ki tudod élvezni, meg tudod magadnak adni ezeket az én időket. Há, hogyne, mert szeretem magam annyira, hogy megadjam ezeket magam. Órányi akkor tudom. Én nem szeretem magam annyira? Hát nem tudom, mert neked más a prioritás. Tudod, mi van nagyon-nagyon félelmetes hatással a lányokra? Az, hogy mindenki ilyen egyenarc lesz, hogy ezt hogy nem veszitek észre, gyerekek, de tényleg. Olyan szép nők, és az, hogy 18 évesen azon töri a fejét, hogy miért, hogy csináltassa meg. Egyébként az ellen mondjuk sem, hogy semmi ellenvetésem, hogy valaki nem elégedett a mellével, és akkor jó, attól persze. Neki egyszerűen nagyobb lesz az önbizalma, ha hát, hogyha valakinek olyan előnytelen, genetikailag olyan előnytelen a ezzel semmi bajom, csak amikor tök szép nők, akiket nem dicsért az apukájuk, elkezdik magukat átformálni 18-20 évesen, amikor még ki sem alakult, hogy valójában ki vagy, nem is ismered önmagad, és nem találtál még talán olyan fiút az életedben, vagy nőt, akinek tetszel, vagy aki úgy szeret téged, ahogy vagy, iszonyú káros, ami körülöttünk folyik, és tényleg valahogy egy olyan védelmi bástyát, zónát, vagy olyan emberekkel kell magad körülvenni, akik tényleg... Hogy fogadnak el, ahogy vagy. Szerinted az közhely a szépség belülről fakad? Nem. Nem? Hát attól még közhely, de a közhelyek igaz. Ez például igaz. És mi van azzal a szép, nagyon-nagyon szép nővel, aki belül semmi? Tehát, hogy aki egyáltalán... Mert nem is arról a szépségről beszélünk, mert az a szépség valójában, én már láttam olyan gyönyörű nőt, aki üres, és nem sugárzott belőle semmi. És amikor a szemedből sugárzik, vagy egy nem annyira szép embernek a szeméből sugárzik valami olyan harmónia, vagy valami olyan dolog, ami egyszerűen hatással van rád, vagy a hatása alá kerülsz, akkor engem nem érdekel, hogy mennyire, valójában mennyire szimmetrikus, meg jó, na, hogy mennyire, hogy nem érdekel, hogy mennyire tökéletes ahhoz képest, ami kisugárzik belőle. Szóval, hogy szerintem erről beszélünk, amikor egy belső szépségről beszélünk, hogy összeérik összeérnek a dolgok, és ez tényleg valójában nagyon szerencsés az az ember, aki már ilyen 20 év körül. Igen, szerintem nem nagyon lehet. Valahogy úgy, azok szerintem ilyen nagyon kivételes emberek, akik már 20 évesen tisztában vannak azzal, hogy kik ők, és senki nem tudja megrendíteni őket abban az önmagukba való... Nem, ezt igen, most nem mondom. Önmagukba vetett dolgukba. Igen. Akarsz beszélni még valamiről, Éva? Jó, figyelj. Csak nem azt csinálja, volt már olyan, hogy hátránynak érezted, hogy túl szép vagy? Szép.
Képzeld el. Aki szép, az reggeli szép. Nagyon érdekes, mert hogy sőt, az egész karrierem során szinte csak női főnökeim voltak, egy kivétellel, aki aztán végül a párom is lett, de hogy nekem soha nem volt például abból munkában hátrányom, mert szinte csak nőkkel dolgozom, hogy most éppen előnyösebb a külalakom, vagy nem, de mondjuk az én testem is változott annyit az elmúlt 15 évben, hogy nagyon durván sokat. Én hátránynak nem éreztem soha, mondjuk engem nem buta szőkésztek le, nyilván, mert nem vagyok se szőke, meg se buta. Igen, Éva, de érdekes. Ez nagyon érdekes, igen. Hát ezt nem hiszem már. Nem baj. Jaj, most már minden elfogyott. Hát a lep szemüvegben jövök én is. És valami parókát fel. A szemüveg az egy nagyon jó topik, mert hogy a szemüveg, nekem a szemüveg miatt sem volt soha önbizalom hiányom. Hanem mi éppen, hogy azt gondolták, hogy intellektuális hogy, vagy, ugye? Mondjuk az nagyon érdekes, tehát amikor mindig ilyen pornós titkárnős poénokat nyomtak, de hogy az nem. Annyi baj legyen, hogy miért nem? Tudod, hogy miért nem? Azért, mert az anyu az nagyon, anyu is szemüveges volt, és az anyu az nagyon erősen belém rakta ezt, hogy soha ne engedd a szemüveget, szemüveg miatt csúfoljanak, és hogy nagyon jól áll a szemüveg, ami szerencsére tényleg jól áll. És ugye miatt nekem soha nem volt önbizalom hiányom, mert az anyunak annyi bántása volt a szemüvege miatt gyerekkorában, hogy ő ezzel kezdte, amikor 3 éves koromban szemüveges lettem, hogy ezt így megtanítsa, hogy ez nagyon jó, hogy védd meg magad. Képzeld el, hogy most eszembe jutott, hogy nekem viszont volt olyan, hogy tudtam, hogy megyek egy olyan helyre, vagy volt egy olyan producer külföldön, nem itt, akinél például kifejezetten éreztem, hogy tetszem neki, sokkal idősebb volt, viszont nagyon jól beszélgettünk, és így nagyon jó stimmelt a humorunk. De éreztem, hogy kicsit talán ő többet akar, csak nem akartam elhinni, most nem akarom ide behozni a MeToo-t, de egyébként én, aki mindig is valahogy jól kezeltem ezeket a dolgokat, vagy hogyha veszélyben is éreztem magam, akkor valahogy így tudtam úgy alakítani a dolgot, hogy kislisszoljak, vagy gyorsan a tudatára adjam, hogy itt semmi és mi nem lesz. Aha. Mert van elég önbizalmam abban, hogy mondjuk én tehetséges vagyok, és az elég lesz. Aha. És hogyha neked a tehetségem nem elég, akkor viszont búcsúzzunk el egymástól, hogy hál' Istennek nekem volt bizalmam, hogy megvédjem magam. Csak azért mondom, hogy mert tudom, hogy ez sokaknak nincs, vagy nem adatik meg, és ez nem az ő hibájuk, hogy azt éreztem, hogy kicsit zártabb pólót veszek fel, kicsit rosszabbul akarok kinézni, amikor elmegyünk vacsorázni, hogy szépen se jusson? Hát igen, miközben ez nem normális, csak tudtam, hogy majd esetleg alkoholhatására bátrabb lehet. És akkor én már eleve így védekeztem. De nem mindig tudod így se kivédeni. Nekem például volt egy ilyen munkautam. Csak hogy mit követel az ember azért, hogy mondjuk mit vegyenek és mit ne vegyenek észre? Igen, az igaz. Nekem volt egy olyan munkautam, ahol egy elég impozáns magazinnál lehetett volna munka lehetőségem, és elmentünk, most jutott eszembe, hogy ezt mesélem, és elmentünk Ausztriába egy ilyen sítúrára, ahol egy anyagot kellett készíteni a szállodáról, és egy 30 évvel idősebb pasi volt a magazinnak a főszerkesztője, és konkrétan kikezdett velem, és mondtam, hogy nem. És onnantól kezdve az út hátralévő részében teljesen megváltozott az egész kommunikáció, a viselkedése, és utána nem is jelent meg a cikkem, és nyilván munkám sem lett. Ilyen érdekes. Igen. Ezért kell nőkkel dolgozni. Na jó, nem minden férfi ilyen. Na jó, most már kiszállj. Továbbra is fürödjél. Nem, én továbbra is zuhanyozni fogok az életemben, és most pedig szállj ki, mert elkésünk. Jó, akkor kamera lekapcsolva.